Indokoltnak látjuk, hogy a bankok a 90 napon túli tartozással rendelkezők esetében, amennyiben belépnek az árfolyamgátba, engedjék el a tartozás egy részét, annak érdekében, hogy az adósok ismét fizetőképessé válhassanak. Ezt az országgyűlés abban a formában kívánja ösztönözni, hogy csak abban az esetben vállalunk garanciát a gyűjtőszámlára, hogyha a bankok, csak abban az esetben érvényes az állami garancia a gyűjtőszámlára, hogyha a bankok a tartozás egy részét az adósnak elengedik. Technikailag ez úgy néz ki, hogy ugye, aki az árfolyamgátba belép és 90 napon túli tartozással rendelkezett, annak nyilvánvalóan van felhalmozódott hátraléka, van büntetőkamata. Ezeket az összegeket a gyűjtőszámlára tennék fel, és az adós az az eredeti tartozásának a rögzített árfolyammal csökkentett részét, tehát körülbelül 25%-kal csökkentett részét kezdené törleszteni és kamattal fizetni, miközben a többi összeg, tehát alapvetően a büntetőkamat, az eddig felhalmozódott tartozás, az felkerül a gyűjtőszámlára. Ezt a gyűjtőszámlát garantálni szokta az állam az árfolyamgátban bennlévők számára, tehát kezességet vállal. Ez a kezesség azonban csak akkor lesz érvényes, hogyha a bank elengedi az adós tartozásának egy részét a fizető képesség érdekében. Ez igazából nem az az adósmentés, nem az a devizaadósmentés, amit nagy délrel durra bejelentett nyár végén a kormány. Tehát szó sincs arról, hogy most ilyen hatalmas megkönnyebbülés jöhetne a devizaadósoknak, de tény, hogy azoknak, akik eddig nem léphettek be az árfolyamgátba, ez egy segítség lehet. Tehát igazából annyi történt, hogy bővül a kör, akik igénybe vehetik ezt a segítséget.